Unforgettable. 15 évvel ezelőtt mutatták be Zack Snyder rendhagyó képregényfilmjét, a Watchmen, az őrzőket, pedig az eredeti mestermű megalkotója, Alan Moore nagyon azt akarta, hogy soha ne készüljen el az adaptáció. Visszatekintőnkben az évforduló alkalmából bejárjuk újra a Watchmen születésének viszontagságos útját. Zack Snyderről sok mindent el lehet mondani, de az a vád semmiképp nem érheti, hogy ne szívvel lélekkel rendezné filmjeit. Márpedig a 15 évvel ezelőtti, 2009. március 6-án bemutatott Watchmen az őrzők esetében szabadjára engedte a benne lakozó képregény geeket. A megosztó finálét leszámítva szinte kockáról kockára adaptálta Alan Moore formabontó, komoly gondolatoktól feszülő szuperhősös történetét. Az 5 évvel ezelőtt bemutatott élőszereplő sorozat folytatás alkotója, Damon Lindelof félkomolyan azt nyilatkozta, Moore megátkozta őt és átkaült már a mozifilmen is. Annyiban igazat adhatunk, hogy sokáig balszerencsés volt a Watchmen, mert évtizedek teltek el a jogok megvásárlásától a forgatásig, majd a film a kasszáknál megbukott, csak az utókor magasztalta fel a bővített változatokat látva. A jeles évforduló alkalmából felidézzük a film kalandos keletkezésének a történetét a képregénytől az Ultimate Director's Cut alcímű rendezői vágásig. Az 1986-ban kiadott DC-s limitált széria a Watchmen Alan Moore képregényíró, Dave Gibbons képregényművész és John Higgins műve. Moore-ék kezdetben a kiadó által frissen megszerzett Charlton Comics figuráit akarták felhasználni, így a szertelen és fasisztoid komédiás helyett Peacemaker keménykedett volna, éjj bagoly elődje az eredeti kékbogár volt, a baleset következtében istenné vált John, azaz Dr. Manhattan helyett atomkapitány robbantotta volna darabokra az embereket. A DC fejesei azonban elolvasták az alkotók szkriptjét és rájöttek, hogy itt aztán véren lesz, sok hős és antihős elhullik, már pedig nem ezért szerezték meg a kérdéses figurákat. Így Moore-éknak új karaktereket kellett kitalálniuk, akik természetesen nem csak a Charlton, hanem a DC klasszikus hőseire is emlékeztetnek. Manhattan egyértelműen Superman hasonmás, Rorschach és éjbagoly Batmant idézik, sejem kísértet pedig egyfajta Wonder Woman. A Watchmen őrülten aprólékosan kidolgozott, valóban művészi alkotás lett, amelyben a színszimbolika a paneleken elrejtett korábbi képkockák visszanézésére ösztönző motivumok sorak és mondani valója is megmozgatja az olvasó agyát. A széria szorosan kapcsolódik a hidegháborúhoz, bár alternatív történelmet vázol fel, miszerint a maszkos igazságosztókat egy darabig nem csak eltűrte az állam, hanem támogatta is, és Dr. Manhattannek köszönhetően az USA simán megnyerte a vietnámi háborút, sőt még Nixon elnök sem bukott meg. Ám az 1980-as években az atomháború itt is küszöbön áll, Manhattanen kívül pedig az összes igazságosztót önbíráskodónak nyilvánítva törvényen kívül helyezték hálából a korábbi szolgálataikért. A sztori alapkonfliktusát az adja, hogy a nemi erőszaktevő és háborús bűnös komédiást valaki meggyilkolja, és a további egykori hősök és gonosztevők elleni merényletek miatt Rorschachban felmerül a gyanú, hogy itt egy nagyobb szintű összeesküvés szövődik a háttérben. De vajon ő és néhány bátortársa elég erősek-e ahhoz, hogy felszínre hozzák az igazságot? New Yorkban meghalt egy komédiás. Valaki tudja miért? Valaki tudja. A Watchmen hatalmas sikert aratott, még a rangos irodalmi díjat, a Hugót is megkapta, pedig ezt nem gyakran osztogatják képregényeknek. Ugyanakkor nehéz, szerteágazó, nem is ez az akciódús mű, ami kompatibilis a hollywoodi fősodorral. A 48 óra és a ragadozó producere, Lawrence Gordon viszont látott benne fantáziát, úgyhogy belecsapott a lecsóba, bár valószínűleg utólag kicsit megbánta, mivel pokol ilyen nehéz volt és hosszú ideig tartott megfelelő stúdiót találni a filmváltozatnak. Gordon a 20th Century Fox-szal kötött megállapodást és megszerezték a jogokat a 80-as évek közepén. Első körben magát a képregényírót kérték fel, hogy hozza össze a forgatókönyvet, de ő már ekkor is ellenkezett, mivel meglátása szerint ez a sztori megfilmesíthetetlen, nem véletlenül képregényként készült el. Gordonékat ez nem hatotta meg, úgyhogy Sam Hammett bízták meg, aki később Tim Burton Batmanjének a sztorián is dolgozott. Hamm gyorsan össze is dobta a szkriptet, 2 órás filmé párolta le az összességében több mint 330 oldalas Watchment. Valószínűleg ez nem csak a rövidsége, hanem durva változtatásai miatt is alaposan kicsapta volna a biztosítékot. Ugyanis központi szerepet játszott benne az időutazás, Ozymandias az antagonista így akart volna végezni Dr. Manhattannel még az istenné válása előtt. Sőt, a hősök még a mi világunkba is átkerültek, hogy a Watchmen képregények hatására váljanak ismét köpenyes igazságosztóvá. Szerencsére ez nagyon nem jött be a Fox fejeseinek, úgyhogy visszadobták a forgatókönyvet, a projekt pedig parkolópályára került. Gordon aztán a Warner Bros-nál is kalapolt a szkriptel. Itt Terry Gilliam rendező kapta meg a lehetőséget, hogy megvalósítsa az adaptációt, össze is hozott egy írócsapatot, amellyel alaposan átdolgozták Hamm írását.
Igaz, a direktor is jó ötletnek tartotta az időutazást és az önreflexiót, szóval nem biztos, hogy jobban jártunk volna az ő változatával. Az sem biztos, hogy jó ötlet volt, hogy az akkoriban felkapott akciósztár Arnold Schwarzenegger játssza Dr. Manhattant. De nem ezért hullott szét a Warner Watchmen-je első körben, hanem mert Gilliam rájött, hogy iszonyat kevés pénzből kellene összehoznia egy filmet, holott ez az egész igazából ötrészes minisorozatként működne. Gordon megint mehetett máshová a Watchmennel. Az ezredfordulón a Universal csapott le az adaptációra, David Hayter az első két X-Men film írója vette kezelésbe a szkriptet. Az író állítása szerint beszélt Moore-ral, aki áldását adta az ő verziójára, bár így sem lesz hajlandó megnézni a végeredményt. Ezt már majdnem le is forgatták, sőt egy próbaanyag is készült Ian Glennel, mint éjjeli bagollyal, és Ray Stevensonnal, mint Rorschachkal. Csak hogy jöttek azok a fránya kreatív konfliktusok, így Hayter kiszállt, Gordon pedig indulhatott megint stúdiót keresgélni. A 2000-es évek közepén a Watchmen a Paramountnál kötött ki, és első ízben a Requiem egy álomértel bizonyított Darren Aronofskyt kérték fel, aki mondjuk gyorsan le is lépett, mert a forrás jobban érdekelte. Aronofskyt a Bourne csapda miatt felkapott Paul Greengrass váltotta, és egyébként mindketten a jelenbe akarták helyezni a sztorit. Úgy tűnt, a Paramountnál meg is valósul a filmváltozat, még egy weboldalt is létrehoztak a hype fokozása véget, ám a stúdiónál lezajlott egy nagy horderejű vezető és szemléletváltás. Az új vezetőség pedig már nem kért a sötét tónusú anti-szuperhős filmből. Amúgy Tim Burtont is érdekelte volna a feldolgozás Johnny Deppel, mint komédiással az egyik főszerepben, de végül a Sweeney Todd mellett tette le a voksát. Gordonék pedig visszatértek a Warnerhez, ahol végre egyenesbe kerültek a dolgok, bár a sok stúdióváltásnak egy kisebb jogi háború lett az eredménye, ami majdnem meggátolta a film bemutatását. Ugyan Zack Snyder 300-át értéktámadások annak állítólagos fasisztoid és homofób üzenete miatt, de azt mindenki elismerte, hogy Frank Miller képregényéhez rendkívüli módon hű feldolgozás született. Ez meggyőzte a Warner fejeseit, hogy Snyder az ideális rendező a Watchmenhez. A direktor Hayter forgatókönyv változatainak legjobb elemeit dolgoztatta át Alex J. íróval, így a történet visszakerült az alternatív 1980-as évekbe, az elejére pedig beszúrták a kiváló kezdő montás szekvenciát, ami összefoglalja a Watchmen hőseinek történelmét. Snyder filmje így majdnem minden elemében képregényhű lett, de csak majdnem, mert a fináléban Dr. Manhattan jelentősen más szerepet kap az eredeti sztorihoz képest. Ez a változtatás sok rajongónak nem tetszik, de Snyder szerint a képregényes verzió túl bonyolult lett volna filmen kibontani. A rendező amúgy összességében annyira komolyan vette a képregényhű adaptálást, hogy magát az alapművet használta storyboardként, Dave Gibbons pedig a konzultánsa volt. Moore viszont semmilyen szinten sem adta a nevét a projekthez. A rendező színészeit is arra bíztatta, hogy a képregényt tekintsék elsődleges forrásnak, ne a forgatókönyvet. A szereplőgárdából hasonló képregényrajongó volt Jackie Earle Haley is, a Rorschachot megformáló színész, aki erősen lobbizott a szerepért. Jeffrey Dean Morgan viszont éppen ellenkezőleg viszonyult a produkcióhoz. A forgatókönyv első három oldalát követően el akarta utasítani a felkérést, arra hivatkozva, hogy a komédiást rögtön az elején kinyírják, így ez a szerep csak cameo. Ez egy vicc. Az egész egy vicc. Szerencsére az ügynöke ösztönözte arra, hogy olvassa végig a sztorit, és Morgan kötélnek is állt ezt követően. Az Ozymandiast megformáló Matthew Good és az Ieri Bagyot alakító Patrick Wilson is egy-egy barát jóvoltából ismerte meg a forgatókönyvet, majd azonnal olvasni akarták a képregényt is. Zack Snyder amúgy szeretett volna valamilyen szerepet adni a 300 sztárjának, Gerard Butlernek is, de ez nem jött össze a mozi változatban, nem úgy az animált kalózos történetet, a Black Freighter meséjét tartalmazó Ultimate vágásban. Ebben a sztoriban Butler a tragikus hőst, a kapitányt szólaltatja meg. I hardly recognize my old friend Ridley. A forgatás 2007. szeptembere és 2008. februárja között zajlott, főleg a kanadai Vancouverben, itt építették újra New York City egyes városrészeit. Ugyanis a zöld háttér mellett az alkotók erősen alapoztak a hagyományos technikákra, mivel a vezérelva realizmus volt, ennek szellemében húztak fel több mint 200 díszletet. Így még Ozymandias újegyiptomi stílusú antarktiszi palotáját, Karnakot is megépítették a stúdióban, sőt éjbagoly hajóját, illetve annak modelljét teljes valójában megalkották, a belsőket is ebben vették fel. Természetesen sok CGI tartalmaz a Watchmen, és ezek közül Dr. Manhattan megjelenítése jelentette a legnagyobb kihívást. Az alkotók azért megpróbálták egyszerűsíteni a folyamatot, és a szuperhőst megformáló Billy Crudupot nem csak speciális motion capture ruhába öltöztették, hanem még tele is aggatták kék ledekkel, míg az óriás változathoz egy hatalmas, kéken világító hengerformát használtak. Ez a megvilágítás elsősorban a digitális utómunkához kellett referenciának, de azért is jól jött, mert így Crudup kék ledjeinek a fénye rávetült színésztársai arcára.
A Watchmen bár békében elkészült, a 20th Century Fox beleköpött a levesbe, ugyanis 2008-ban keresetet nyújtott be a Warner ellen. A Paramounttal, ahol szintén megfordult a projekt, nem volt gond, belement, hogy csak forgalmazzon Észak-Amerikán kívül. A Fox viszont azt állította, hogy a gyártás vagy legalábbis a kizárólagos forgalmazás joga még mindig az övé, így bojkottálni akarta a film bemutatását. A Warner azzal próbált érvelni, hogy a Fox nem élt a megfilmesítés jogával, közben a film másik producere, Lloyd Lewin egy nyílt levéllel is előállt, ebben azt állította, hogy a 2000-es évek közepén ismét megkeresték a Foxot, de az passzolta a Watchment, és egy kiszivárgott belsős levelezésben a fejesek állítólag értelmetlen szarnak nevezték a forgatókönyvet, szóval nem csoda, hogy nem akarták megfilmesíteni. Végül peren kívül egyeztek meg a felek a bemutató évében, amelynek értelmében a Fox egy egyszeri kompenzáció és bevételi részesítés fejében lemondott a Watchmenről. Zack Snyder első vágása 3 órás lett, és nem nagyon örült annak, hogy le kellett dolgozni ebből nagyjából a felére a játékidőt, mivel a képregényhez abban az értelemben is hű akart maradni, hogy minden apró részletet megmutat, amivel építheti a karaktereket és a mitológiát. A mozi változat így lett bő 2,5 órás, de a kritikusok még így is húzták a szájukat. Sokak szerint ugyanis a Watchmen érthetetlen azok számára, akik nem olvasták a képregényeket, valamint ennyi idő alatt lehetetlen bármelyik karaktert is érdemben bemutatni. A rajongók egy része is nehezményezte, és Snydernél a stílus maga alá temeti a tartalmat. Azért persze jelentős számú pozitív kritikát is kapott a látványért és az őrülten hű adaptálásért. A film mozis pályafutása ugyanakkor egyenesen csalódást keltő volt. A gyártási költség 130 és 150 millió dollár közötti összegre rúgott, és bár 55,7 millió dollárral nyitott az USA-ban, a második hétvégére már megcsappant az érdeklődés iránta, több mint 67,7%-kal zuhant vissza a bevétele. Ez a zuhanás tendencia lett, azaz Snyder műve később sem támadt fel, nem volt jó a szájhagyománya. Nemzetközileg sem volt jobb a helyzet, így a film globális összbevétele 185 millió dollár lett. 20 év megfilmesítésért folytatott keserves küzdelme után ennél mindenki sokkal jobb teljesítményt várt a Watchmentől. Megrendeztem, mert tudtam, hogy ha nem vállalom és a stúdió valaki mással tető alá hozza, akkor valami őrültséget csinálna vele. Szóval végül leforgattam, hogy megmentsem a Terry Gilliam féléktől a világot, nyilatkozta Snyder nem kicsit magas lóról. Gilliam erre diplomatikusan reagált. Mindig is úgy éreztem, hogy ez nem a legjobb módja a feldolgozásnak, mert nem igazán lehet 2,5 órába belepasszírozni a sztorit. Még szerencs, hogy elkészült a 186 perces rendezői, majd a 215 perces Ultimate változat, amelyben már helyet kapott a Black Freighter meséje című allegorikus kalózosztori is animációs filmbetétek formájában. Az Ultimate vágás a legteljesebb Watchmen élményt nyújtja, a lehető legközelebb áll a képregényekhez. Viszont Moore ehhez sem adná a nevét, de a rajongók ennek láttán már elégedettek lehetnek, még ha a fináléja ugyanaz is maradt, mint a mozi verziónak. Minden esetre ma már kultusz övezi Snyder filmjét, és még Christopher Nolan is azt nyilatkozta róla a közelmúltban, hogy ez a képregény adaptáció megelőzte a korát. Megelőzte, mert a rendhagyó szuperhősös sztorikra még várni kellett kicsit. A Watchmennel együtt a Haver volt az előfutáruk, de csak az Invincible és a The Boys, sőt a Watchmen sorozat sikerei bizonyították, hogy a képregényfanok után a nézők is készen állnak a DC és a Marvel moziverzumai építése közepette elfáradt és kifulladt szuperhős mítosz lebontására. Én nem képregényhős vagyok. Nektek mi a véleményetek a Watchmenről? Illetve melyik változatot szeretitek jobban, a képregényt, a filmet vagy a későbbi sorozatot? Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!